Dr. Áder János köztársaság elnök külön díját a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ és az MMA kiadó alkotóközössége Barokk Freskó Festészet Magyarországon 2 című kötete kapta. A díjat a köztársaság elnök képviseletében a köztársaság elnöki hivatal társadalmi kapcsolatok igazgatója Nagy Bercel adja át. A díjat átveszi az alkotóközönség nevében Király Gábor, a grafikai terv és tipográfia tervezője. Ezt nehéz lenne meghatározni, hogy mi az, hogy szép, szép könyv, de mégis vannak olyan formai követelményei szerintem egy könyvnek, ami szépé teszi, és ha ementén ezek figyelembevételével dolgozik az ember, és végig odafigyel ezekre az arányokra, a tipográfiára, arra, hogy az egész egy szép és könnyen olvasható és könnyen kezelhető kiadvány legyen, akkor igazából beszélhetünk szerintem egy szépségről, ami szépé teszi a könyvet. Én alapvetően festőművész vagyok, másodlagosan igazából hobbiból, szerelemből csinálom a könyveket, a könyvtervezéssel azért foglalkozok, mert kihívásnak tartom. Igazából nehéz volt a betűtípust is megtalálni ezekhez a barokk képekhez. Nehéz volt szerintem a képkivágatokat is kitalálni úgy, hogy azok valóban egy falfestménynek a legjellemzőbb részleteit visszaadják, de ebben segítségemre voltak a kollégák, és nagy részt ők döntötték el igazából, hogy milyen képkivágások legyenek. Igazából az egész könyvtervezés folyamata egy kihívás, mert a nulláról indul, igazából tabula rasa, és a végén megtelítődik tartalommal, amit az ember a gépen lát, és aztán egy csoda történik jó esetben a nyomdában, és egy szép dolog tárul a szemünk elé. És hogyha ez a dolog nagyban hasonlít arra, amit mi elképzeltünk, akkor igazából örülünk a végén, a tervezés végén.